világsztárokkal emlékeztünk Solti György karmesterre, de eheti adásunkban láthatják Bizét gyönyörű operáját, a gyöngyhalászokat és az új Turandot próbáit, valamint azt is, hogy hogyan zajlik a készülődés egy operaénekes öltözőjében előadás előtt. Világsztárokban gazdag gála koncerttel ünnepelte 20 éves fennállását a George Solti Akadémia. Az elismert olaszországi Belcanto Akadémia jelentős nemzetközi karriert építő egykori növendékei közül a leghíresebbek léptek színpadra a Magyar Állami Operaházban. Már a rendpróbák zajlanak, színpadon a Turandot. De nem csak a rendező Barta Dóra koncepciója vagy a látvány miatt lesz izgalmas a bemutató, hanem a zene is tartogat meglepetéseket. Kétféle befejezéssel kerül közönség elé az opera. Kulisszatitkok az öltözőkből. Milyen rituálék és babonák kapnak teret a színpadra lépés előtt. Sáfár Orsolya operaénekes beavatja önöket, hogyan is készül egy-egy előadás előtt, hogy a legjobb formáját hozza a nézőknek. Gyüdi Melitta vagyok, ez a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Kezdődjön az Opera Café. A hét szinte minden napján zajlanak a próbák Puccini utolsó operája, a Turandot premierjére. Az előadás nem csak a rendezés és a látványvilág miatt ígérkezik nagyon izgalmasnak, ezekről részletesebb beszámolót láthattak az előző hetekben, hanem zeneileg is különleges lesz. A szerző halála miatt félbemaradt opera befejezését ugyanis többen is megírták. Az 1900-as évek elején Franco Alfano, majd 2002-ben Luciano Berio is. Hagyományosan az Alfano féle kiegészítéssel adják elő, de most a jóval frissebb Berio féle verzióban is látható lesz. A szólisták, a táncművészek és a gyermekkar is a Turandotra készülnek. A premier távolról sem lesz mindennapi. A zene, a szereposztás és a rendezés is újdonságokat tartogat. Az biztos, hogy a Berio véget azt mi fogjuk most először bemutatni Magyarországon. És ez egy nagyon izgalmas dolog. És hát az, hogy sümegieszter Turandotként színpadra lép, az is egy esemény. Nekem is esemény lesz. Szerintem mindenkinek, és nagyon-nagyon várjuk. Puccini utolsó befejezetlen operáját legtöbbször Franco Alfano 1926-ban írt kiegészítésével játsszák. Az opera azonban kétféleképpen. A 2024-25-ös évadban Luciano Berio 2002-ben bemutatott befejezésével is műsorra tűzi. Tehát a nézők láthatják az Alfano és a Berio féle befejezéssel is. Utóbbival a szereplők is most ismerkednek. Ami óriási a különbség, hogy az Alfano rövid változat, én ugye azt ismerem csak, az itt van fönt, egy ilyen nagyon pozitív, nagyon majdnem lezárja a történetet, és happy endé teszi. A Berio az ott hagyja a levegőbe. Egy ködbe eltünteti az egész történetet a végén, és a nézőre bízza azt, hogy ezt most hogyan folytatja. A Kossuth-díjas Sümegi Eszter nem csak a Berio féle befejezést, de a Turandot címszerepét is ebben az előadásban énekli először. Pályáján meghatározó szerep volt az opera másik hősnője, a szerelméért életét adó rabszolgalány Liu. Ám ezúttal a kérői vérét ontó, kegyetlen hercegnő szólamát hallhatja tőle a közönség. Nekem is egy fantasztikus érzés, nem csak azért, mert x évvel ezelőtt ugye alakítottam a drága kicsi Liut, akit nagyon szerettem. Nagyon nehéz, de a szerep nagyon felemelő. És a másik nehézsége pedig az, hogy amikor negatív töltésű karaktert kell megfogalmazni egy énekesnek, az még több időt vesz igénybe. Gyerekek, tudjátok, valakiket választottunk kintről, valakik innen oldalról. Az előadás rendezője Barta Dóra már a koncepció ismertetésen elmondta, hogy az emberi sorsok ok-okozati összefüggéseire, a szereplők indítatására különösen nagy hangsúlyt fektet. Ez pedig az operaénekeseknek is értékes, új szempontokat nyújt a szerepformálásukhoz.
azokat, amiket én hiányoltam a szerepből, azokat én most folyamatosan kapom, és ez a puzzle most kezd összeállni. A rendezés és az egész produkció fantasztikusan bemutatja, hogy valójában a különböző dinasztiák, uralkodó családok, hogy mi mindenem mennek keresztül, hogy a dinasztiának tovább kell élni, hogy az országot kormányozni kell, a birodalomnak léteznie kell, a birodalomban élni kell, és tulajdonképpen így Turandot, a magánéletét így beáldozza. A történet szerint a birodalom törvényeinek betartatását Ping, Pang és Pong hármasa felügyeli. Mi olyan miniszterek vagyunk, úgymond, akik rendkívül fontosnak érzik magukat, fontosak is, de azt hiszem sokkal fontosabbnak gondolják saját magukat, mint amennyire valójában fontosok, és ezért ezt mi is valamilyen szempontból mélyen belül érzékeljük, és ez ellen próbálunk cselekedni, sokkal többet akarunk mondani, sokkal több mindenbe akarunk beleszólni, de aztán végül csak kiderül, hogy annyira azért mégsem mi vagyunk azok, akik irányítanak. Olyan, mintha most viccesen szólva egy háromfejű sárkány lennénk, de hogy hasonló mozdulatot teszünk egyszerre, egymásra épül, szinte olyan, mintha gyerekkorunk óta együtt nőttünk volna fel, és amikor az ember mond valamit, akkor a másik már tudja, mit akar mondani, és a harmadik reagál. A Turandot cselekménye hatalmas fordulatot tartogat. Egy titokzatos ismeretlen, Calaf felbukkanása alapjaiban változtatja meg a hercegnő addigi viselkedését. A szeretet, a szerelem az tényleg a csodákra képes, és ilyen szempontból a zene is nagyon alátámaszza. És tulajdonképpen ennek a pálfordulásnak a alátámasztása a zenei anyag. A Turandot előkészületei rövidesen a színpadi próbákkal folytatódnak. Hagyományos a rendezés, és eközben meg modern is, és a kettő között egy nagyon jó balanszot tart meg a Dóra. Alig várom, hogy halljam ezt erre. Jaj! Én nem tudom. Csodálatos Turandotunk lesz. Reméljük, azon igyekszünk. Beéneklések, kabalák és rituálék színpadra lépés előtt. Új sorozatunkban megmutatjuk, hogy az énekesek hogyan hangolódnak egy-egy előadás előtt az adott produkcióra. A következő percekben Sáfár Orsolya mutatja meg rutinját az Otello előtt, amelyben Desdemónát alakítja. Amikor megérkezem, akkor ugye mindent ledobok magamról. Általában beszoktam lakni az egész teret. Ha többen vagyunk egy öltözőben, akkor is lehet tudni, hogy mindenhol, ami szabadon maradhatna, azt beterítem. Én nagyon ragaszkodom hozzá, hogy hozzak magammal kottát, ráadásul én még mindig a papír alaput használom, úgyhogy ez egy ilyen, hát fogjuk rá, hogy babonás jelenség nálam. Mindenképpen leszoktam ellenőrizni, hogy megvan-e minden kellék, ugye Otellóra készülök, ebbe kell egy fehér és egy fekete kendő. Úgy tudom most már, hogy a fehér kendőt egyébként az ügyelőtől kapom, ez az ő dolga, hogy magához vegye, és két jelenet között, amikor kevés idő van, akkor ő adja át nekem. Én evés nélkül nem tudok énekelni, ezért a büfébe vezet az utam gyakran, és veszek enni, innivalót, hogy ne a szünetbe kelljen, amikor a kórus is ott van. Aztán a sminkemet, azt nagyrészt magam készítem el, innen így szépen mindent kipakolok, jó kis rendetlenség van, amíg készülődök, itt van nekem ilyen szuper világítás, és akkor kicsit belenézek a kottába is, mert főleg ez most egy friss szerep, az első megszólalásom, azt minden operánál megnézem, mielőtt bemegyek a színpadra, hogy az pontosan hogyan kell, hogy megszólaljon, támasz, minden a helyén legyen, mert az nagyon fontos. Ha az nekem is egy jó élmény, mert jól sikerül, akkor már könnyebben megy tovább az előadás. Mi a szuper bonverje, quante tormente, quante meste sospire.
stb. Stb. Tehát ha ez jól a helyén van, akkor nyugodt vagyok, becsukom, vagy itt hagyom. Teljesen mindegy, mert még a szünetekben is belenézhetek. És hát tulajdonképpen azt hiszem ennyi. A művészek rituáléit online is visszanézhetik az Opera közösségi oldalain. Szentpétervár a világ egyik legnagyobb pezsgésű és kínálatú opera és balett fővárosa. Az Ejfeműhelyházban látott produkciókban a látvány kulcs szerepet játszott. Lettfalakat, animációkat és grafikákat is használtak, és persze az éneklés megszokott, magas színvonalú orosz kultúrájával sem maradtak adósak. ...1888 után először újra az opera színpadán, a Gyöngyhalászok. Bizé Magyarországon ritkán játszott művét a Szentpétervári Kamara Opera Társulata adta elő az Ejfelműhelyházban. Az előzmények 2019-ig nyúlnak vissza, és Mozart Pasticcio operájához... A kairói lúd, avagy a rászedett vőlegényhez kapcsolódnak. A Magyar Állami Operaház ugyanis ezzel a különleges darabbal vendégszerepelt a szentpétervári közönség előtt, amely Ókovács Szilveszter főigazgató ötlete alapján Németh Pál zenei irányításával Toronykői Attila rendezésében jött létre. Az akkori vendéglátók most 2024. októberében viszonozták a látogatást, és három egymást követő estén léptek fel, három különböző produkcióval. Безусловно, мы хотели привести все самое интересное, что у нас есть за последнее время. Я не буду скрывать, что принимающая сторона в лице господина Сильвестра Оковича хотели, чтобы мы привезли «Искатели жемчуга», и нам дали право выбрать один из спектаклей, который мы хотели бы привезти в Будапешт. И мы привезли, кроме Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», Маршнера «Дер вампир». A Szentpétervári Kamaraoperának kifejezett törekvése, hogy az operairodalom kevésbé ismert, rejtett kincseivel lepjék meg a nézőket. Ebbe a felfogásba illeszkedik Maschner a Vámpír című művének műsorra tűzése, amely gótikus, drámai hangvételével és a vezérmotívum használatával még Wagnert is megihlette a bolygó hollandi komponálásakor. Georges Bizet-nek a Gyöngyhalászokkal párhuzamosan írt Negyedik Iván című operáját, amely egyedülálló módon mutatja be rettegett Ivánt, egyenesen ők kutatták fel kalandos körülmények közt, és mutatták be elsőként teljes, öt felvonásos formában. A Gyöngyhalászokban pedig a dramaturgiai nehézségek dacára látták meg a remek művet. A cselekmény Sri Lankán játszódik, ahol a gyöngyhalászok Zurgát választják királyukká. Zurga és gyermekkori barátja Nadir valaha ugyanazt a lányt szerették, azonban megfogadták, hogy barátságuk zálogaként mindketten lemondanak róla. Ám amikor Nadir újra találkozik az azóta szűzi életre kötelezett papnővel Leilával, már nem képesek legyőzni egymás iránt érzéseiket. A lelepleződött, halálos veszélybe került szerelmeseket Zurga végül saját életét feláldozva menti meg. A vendégszereplés záróestjén a Szentpétervári Társulat a világ opera slágerei címmel adott gálakoncertet, együtteseiket a megelőző két alkalommal a színház dirigense Maxim Vákov vezényelte. A gálaesten azonban pulpitusra állt a Belgrádi Nemzeti Opera és Balett Színház vezető karmestere Dejan Savic is. They have a high quality orchestra, high quality chorus, and especially very, very interesting voices. They presented a huge, huge paletta of composers from early 18th century to Shchedrin modern music, and they were performing this with equal quality and passion for the job they are doing. I was with them afterwards, so they were, you know, like sportsmen who won the game. I
can listen to Traviata or to Tosca or to Carmen every day. But it's sometimes really for us who are professionals, sometimes it's really a challenge and necessary to make some changes and to listen something that was not so often performed. Most pedig következzen rövid hírrovatunk, amelyben az is kiderül, hogy kik azok a művészek, akik a Coppelia Balett előadás előtt magyar állampolgárságot kaptak. Tudok mondani, hogy most hazajöttem. Megható pillanatok az Operaház színpadán. Alexandru Agaké operaénekes elsírta magát, amikor megkapta magyar állampolgárságát. Idén is az Operaház adott otthont az országos hatáskörű eskütételi irodával közreműködve az ünnepélyes magyar állampolgársági eskütételnek. A Coppelia előadása előtt több száz meghívott határon túli magyar honfitársunk mellett az opera művészei, köztük Mirzoyan Albert és felesége Pavlova Tamara balettmesterek, Zukov Dimitri és Kolotova Erika tánckari művészek és gyermekük, valamint Alexandru Agaké operaénekes is letette esküjét Balogh Madár emese miniszteri biztos asszony előtt, és így magyar állampolgárokká váltak. Requiem új színpadképpel. Nem ritka, hogy egyes oratórikus műveket szceníroznak. A Messiás és a Máté Passió után mi se lehet erre alkalmasabb, mint Verdi gyászmiséje, a Requiem. Az operaházi előadás még hagyományos koncertformában is új vizuális ruhát ad a műre, ám ha ennél szervesebb színházi élmény lehetőségét teremti meg az előadás, akkor arra is fokozottan képessé válhat, hogy a rendező olvasata szerinti fő üzenetet, a nagyon emberi halálfélelmet kitapinthatóan fogalmazza meg. A vizuálisan különleges performanszot Tulassai Ádám hozza létre csapatával, a Requiem november 2-ától látható az Operaház színpadán. A világhírű karmester Solti György élete során rengeteg tehetséget karolt fel, és hagyatékának szerves részét képezi az a 2004-ben alapított nyári akadémia, amely során kiváló művészeket képeznek, a mesterek között pedig olyan nemzetközi nagyságokat találunk, mint José Carreras. A Solti György Akadémia alapításának 20. évfordulóját egy nagyszabású gálával ünnepelte a Magyar Állami Operaházban világsztárokkal, és az operazenekart hívta segítségül. A zenekar is élvezi, és én is nagyon élvezem, mert csodálatos énekesek vannak. A Solti Akadémia világhíres egykori növendékei adtak gálakoncertet az opera színpadán. Fantastic theater, very pleasant acoustic to sing. I felt definitely the support and the friendliness from the orchestra. Amazing. They're so generous. Maestro is following me so well. A Solti Gála próbáján jártunk. A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Solti Akadémia sztárrá válásuk előtt támogat válogatott tehetségeket. A jubilómi Solti Gálát a Magyar Állami Operaház látta vendégül, a 4 egykori növendék koncertjét az opera zenekara kísérte. Solti György világhírű magyar karmester 1912-ben Budapesten született. Tanulmányait a Zeneakadémia zongorai zeneszerzés szakán végezte, többek közt Bartók és Doknányi tanítványaként. A II. Világháború miatt elhagyta az országot, külföldön teljesedett ki karrierje. Az opera olyan előadásait vezényelhette a háború előtt, mint a Figaro házassága, vagy a háború után vendégkarmesterként a Varázsfuvola vagy az Aida. Emlékét számos kezdeményezés őrzi, köztük a koncert, melynek próbáján is ott jártunk.
Halász Péter a koncert karmestere először 1991-ben találkozott a világhírű maestróval. Itt találkozhattam vele az operaházban, amikor gimnazista voltam, és Solti György tartott itt egy próbát a zenekarral. Fölhívtam, hogy hát én egy fiatal zeneszerzés hallgató vagyok. Eljöhetek-e a próbájára? És azt mondta, hogy 9 óra 55-kor várom a Hajós utcai művész bejárónál. Próba után fél órát beszélgettünk, és olyan tanácsokat adott nekem, ami mai napig meghatározó arról, hogy hogy lesz valaki karmester, mire kell figyelni. A kiváló énekművészek és a Magyar Állami Operaház zenekara között jól működött a kémia. Nekem nagyon tetszik, hogy vendég szolistakkal más feelinget ad, új dolgokat. Lássuk a közreműködőket. Freddy de Tomaso tenor. A brit-olasz művész 30 éves. Hangja az olasz tenorok nagy hagyományait idézi. Gyorsan a nemzetközi operavilág izgalmas új hangjává vált. When I sing Nessun Dorma, obviously the whole the thing that is so important for that aria is to give the impression or to portray this sense of I will do it, like determination to win. And I just really try, to drive home that idea. A gála estre a művészek a romantikus operairodalom népszerű darabjaiba válogattak. Tommaso Aigul Akmecinával Don José és Carmen záró kettősét is elénekelte. Akmecina jelenleg a világ egyik legígéretesebb fiatal operaénekesének számít. 2021-ben volt az akadémia növendéke, az orosz származású mezzoszoprán 21 évesen a londoni királyi operában debütált Carmen szerepében. Szülőföldjén Baskíriában már 3 éves korában is énekelt. Everyone in my family has beautiful voices for classical singing. And for Bashkir folk singing, you need the same abilities as for classical singing. You need to have agility, you have to have the full range. Cenerentola is important because it was my first ever role which I sang, and also my life has changed like a Cinderella story. My career started growing so fast. For that reason, I can relate to Cinderella's story. Paul Grant tehetséges brit bariton énekes Tommasoval együtt 2017-ben volt az akadémia hallgatója. 34 évesen repertoárjában Rossini, Mozart, Verdi és Puccini számos műve szerepel. Very, very important is time away from the score, thinking about the character and the psychology of the character in the story. Barbiere, Figaro, I've performed twice already in different productions. So that's a role I feel very comfortable with. I know the character. Hera Haisang Pak, a dél-koreai születésű szoprán, a nemzetközi opera világ egyik legizgalmasabb fiatal tehetségének számít. Neve előkelő nemzetközi színpadokon is ismert, repertoárja a koloratúr szoprán szerepektől a lírai drámai szerepekig terjed. The reason why I feel so connected to this prayer, especially the character of Desdemona, many people see me as a Korean little cute girl or very angelic figure, but actually my real personality has more depth than just being so kind and so nice. A művészeket büszkeséggel és némi megilletődöttséggel töltötte el, hogy az emlékgálával épp Solti György szülővárosában az opera színpadán emlékezhettek. 20. évfordulóján a Solti Akadémia lenyűgöző koncertanyaggal adózott Maestro Solti emléke előtt. E
Ez volt ma az Opera Café. A következő héten színpadra kerül Verdi gyászmiséje, a Requiem, de láthatják még a Hattyúktavát és az Otellót, valamint a Magyar Nemzeti Balett Intézet előadásában a Kis csipkét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és találkozunk az operában, mert élőben az igazi.